Amennyiben abba marad a fronton lévők támogatása, a háború eljön a mi otthonainkba is, állítják azok az önkéntesek, akik újabb és újabb humanitárius missziókat szerveznek. A dnyiprói Olekszandr Kabanov a 8 éve működő Monolit jótékonysági alapítvány vezetője. Először árva gyerekeket támogattak, de a háború kezdetével bővítették a támogatottak listáját. Jelenleg már katonákat, civileket és gyerekeket is támogatunk, elsősorban Donyeck és Zaporizsja környékén. Most Herszonban nyitunk egy új kirendeltséget, ennek a feltöltésén dolgozunk. Ide gyűjtünk élelmiszert, tisztálkodási szereket, orvosi felszereléseket, vagyis mindent, amire szükség van. Nagyobb figyelmet kell szentelni a frontvonalbeli településeknek. A hatékony segítség érdekében az alapítvány szorosan együttműködik más karitatív szervezetekkel, kistérségek vezetőivel, vagyis mindenkivel, aki hajlandó támogatni a rászorulókat. Különösen sikeresnek mondható a közös munka a Kincses-homoki és a Szerednyei kistérségek vezetőivel. A kárpátaljai települések rendszeresen támogatják a frontvonalnál lévő települések lakóit. Olekszandr elmondta, hogy az ország egész területén vannak önkéntes, akik rendszeresen tájékoztatják őket az aktuális szükségletekről. Napi kapcsolatban vagyunk a Herszon megyei Kosztantinyivka kistérség közösségeivel. Ők jelzik, mire van szükségük, mi pedig igyekszünk teljesíteni a kéréseket. Az a cél, hogy a megfelelő támogatást továbbítsuk a szükséges helyekre. Olekszandr a felszabadított Herszonban élő egyik önkéntest hívja fel telefonon. A vonal másik végén Volodimir Messzerjakov válaszol. Ő az, aki a segélyelosztását koordinálja és a szükséges tételek listáját összeállítja. A tél beálltával Volodimir gyerekeknek való gyógyszereket és élelmiszert kér a helyi lakosság számára. A civil lakosságnak lázcsillapítóra, gyulladáscsökkentő gyógyszerekre van szüksége. És mi a helyzet az élelmiszerrel? Alapvető élelmiszerekre van szükség. A gázellátás állandó és szünetekkel, de elektromos áram is van. Ezért szükség van mindenre, amit a háziasszony meg tud főzni, hogy meleg étellel láthassa el a családját.